A Cseh nagykövet Fehérvári látogatása során elsőként a gazdaságházába látogatott el, ahol a helyi vállalkozókkal ismerkedett meg azzal a célral, hogy szorosabbra fűzze a gazdasági kapcsolatokat Fehérvár és Csehország között. Az együttműködés lehetőségét Helena bombászová főként a cseh és magyar kis- és középvállalkozások kapcsolatában látja. Láttuk az adataikat, ez alapján a megyékben az ország gazdasági helyzetéhez képest egy nagy teljesítményről van szó. Nem jó a külföldi vállalatoktól függeni, gazdasági együttműködést elsősorban a két ország kis- és középvállalkozásai között tudok elképzelni. <coughs> Ezt követően a cseh delegáció a városházára érkezett, ahol Fehérvár polgármester és a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a nagykövetet. Egy gyors idegenvezetést követően ültek le egymással Csehország, Székesférvár és Fehér megye képviselői konzultálni. Fehérvár törekszik a gazdasági kapcsolatok elmélyítésére, hiszen ebből profitálhat a város. Egy lehetséges együttműködés már alakulóban is van közlekedési lámpák összehangolásával kapcsolatban vannak nagyon jó szakmai műhelyek Csehországban. Tehát az is lehet, hogy egy viszonylag gyors, rövid időn belül létrejön egy olyan kapcsolat, amely minden fehérvári minden nap, a, aki közlekedik, fog találkozni a lámpákon keresztül cseh vállalkozók eredményeivel, de azt hiszem, hogy más területeken is természetesen ez megteremtődhet, akár az építőipar, akár a kereskedelem, és amit én különösen kiemelnék a turisztika vonzásában. A találkozón az is elhangzott, hogy a jövőben mindkét fél törekedni fog arra, hogy Fehérvárnak legyen cseh testvérvárosa. Továbbá lehetséges együttműködésről is szó esett a Fehér Termékprogram és más, hasonló cseh helyi termékeket támogató kezdeményezések összefonódásával kapcsolatban.